Na sziasztok srácok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Eljött a karácsonyfa szezon. Már hurcoljuk ki a fákat. Csak mondom, lövök nektek erről is egy videót. Mert azért úgy sokan szerettétek ezeket a videókat is. Fatarom itt van már, meg tesóm is. Mikulás sapkába. Hát, gyerekek, kifolynak a fák. Kifolynak a fák, sajnos. Vannak benne szépek, zöldezüstök, kékezüstök, normandok. Bejöttek a vadak is ide, szarvasbikák, azt egy párat tönkretettek, sajnos. Majd azt is majd megmutatom nektek. Ja, ezek még úgy szépek, de gyerekek, már nagyon a végéhez értünk. Ez most a másik fenyvesünk, tulajdonképpen ittól van a diósunk, ugye ezt már ismeritek, ezt a videót, mikor csináltam róla, mikor kaszáltuk. Itt vannak a diófák. Ugye most ők téli álmot alszanak. Ugye, na itt vagyunk most a nagyobb területünkön. Ó, ott a szomszédnak itt vannak az állatai. De jó. Na lencse végre kapjuk nektek, nézzétek milyen szép. Ja, ilyen kecskék meg birkák vannak benne. Amúgy, amikor még ez nem volt bekerítve ez a földünk, akkor itt ők is elég szép nagy kárt okoztak. De mindegy, hagyjuk. Ja, most alszanak itt a fáink, lássátok, már nincs rajt levél. Itt vannak a diók, diófák. Hát ugye most ugye a karácsonyfa szezon ugye most beindult, ugye most van a szezonja. Hát gyerekek, ez a COVID, ez szépen elrendezett itt mindent. Azért itt vannak szépek ám. Mutatom nektek, hogy néz ki, de már mondom, már kiöregszik sajnos. Mindjárt megmutatom nektek, hogy ezek hatalmas normandok, gyerekek. Nézzétek. Hát ezek ilyen 30-40 ezer forintos fák már majdnem. De 30 minimum, itt a kékezüst is nézzétek. Kiöregszenek. Ezeket valószínű, hogy jövőre, ott is de nagyok. Az meg ugye a hagyományosok. Ezeket már szerintem ágfának fogjuk tudni eladni. Ugye majd az adventi koszorúba. Csak ugye ez nálunk is nagyon beleszólt most. Ez a vírusos dolog. Az idényünkben aztán nem olyan sok a megrendelés, ugye ti is tudjátok. Meg a kollégák, akik ezzel foglalkoznak. Nézzétek, hát ja. Nem olyan szép valamelyik. Hát ugye az almára jöttek rá itt a szarvasok. Ugye meg is mutatom nektek. Hát azért itt beugrottak a vadak itt. Nézzétek már, hogy néz ki. Azt mondja, hogy ez egy hagyományos fenyő. Így néz ki, gyerekek, nézzétek meg. Legaljaszta mind a rongyot. Nézzétek ma, mindjárt megmutatom nektek. Úgy, de fázik a lábam. Nézzétek. Itt is a kicsiknek. Kicsiket elrendezte. Lássátok. Ennek is neki ment. Ez például egy normand volt. Itt is letört az ezüstről egyet. Itt nézzétek. Szarvasbika jól elrendezte. Mellette lévőt is. Normand. Azt is letörte. Azt is. Ja, úgyhogy itt egy-két kár keletkezett. Hát az még vagyis jövőre majd talán még ágfának, vagy nem tudom, hogy minek meg tudjuk menteni. Így van ám a nyomuk, csak mutatom nektek, gyerekek, hogy nézzétek. Itt a nyomuk meg az ürüléke is.
Nézzétek meg, milyen nagy nyoma van. Úgyhogy, ja. Itt ugranak be, ezen a kerítésen. Most raktunk ide ilyen elesztegetőket. Hát, ha nem jönnek be. Be van kerítve is, gyönyörű szépen. Itt beugrottak, gondolom az almára. Az almára jöhettek rá. És itt szépen elkezdték nézzétek meg szét döngölni a gyönyörű szép kis fákat. Hát ez van. Hát igen, ugye itt az almát eszik. Vele is harapott ott rendesen. Valószínű, hogy az almára, a hulló almára jöttek rá, mert itt van végig egy sor almásunk, nézzétek. És ott szépen alatta felcsipegették az almákat. Ez is jó nagy terület itt. Úgyhogy idén ez a karácsonyfa szezonunk, ez nekünk is, ja itt is megrühőte látom, egy kicsit nehézkesen megy, ugye a vírus véget, el vagyunk egy kicsit kelődve mi is, de hát valahogy túl kell ezt élni, gyerekek, valahogy, hát sajnálattal hallottuk mi is a híreket, hogy ugye idén elvileg a pirotechnikai bódékat vagy árusítás állítólag nem lesz. Hát ja, ezt is sajnálattal hallottuk, de elvileg az 1-es, 2-es kategóriában nem fognak srácok szerintem beleszólni. Azt szerintem lehet használni egész évben, ugye? Mert erről van egy törvény. Úgyhogy szerintem abban nem fognak beleszólni. Magánterületen egyértelműen. Szóval, hogyha van nektek egy ilyen kertes házatok, vagy földetek, szerintem ott nyugodtan szórhassátok ti is a cuccot, mármint az 1-es, 2-es kategóriát. A 3-asban, gyerekek, én sem vagyok biztos, de valószínű, hogy szerintem azt is ilyen este 6 után, ilyen 8-ig, szerintem azt is magánterületről el lehet működtetni, úgyhogy szerintem azzal sem lesz semmi probléma. Aztán ugye, hogyha valaki még nem vette volna meg a cuccát, az én szerintem nyugodtan Magyarországon van egy csomó pirotechnikai bolt, ahol teljesen legálisan gyerekek meg tudjátok venni a cuccaitokat. Van Dunakeszin, a Jótrom Győrben van, úgyhogy el tudtok menni és ott is meg tudjátok elvileg venni. Hogyha még valaki nem vette volna meg, azt szerintem simán még megveheti. Teljesen legálisan, úgyhogy nem fognak szerintem abba szólni. Aztán reménykedjünk, srácok, hogy azért így enyhítenek még ezen a tulajdonképpen rendeleten, mert ugye ez még nincs törvénybe foglalva papírilag, hogy most nem lehet szilveszterkor ezeket ugye működtetni. Hát szerintem nem lesz ezzel baj, de ja, ez a koronavírus, gyerekek, ez nagyon, ez tulajdonképpen beleszólt itt minden a gazdaságba, meg mindenbe. Úgyhogy tulajdonképpen itt egy lesz a lényeg, gyerekek, hogy jövőre ki kell bírni valahogy. Nehéz lesz, nekünk is nehéz lesz. Meg ugye itt a gombászázolunk, hogy hogyan lesz nekünk is, fogalmam nincs jövőre. Meg ugye még ez mellett költözünk is. Majd arról is szerintem csinálunk videókat. Úgyhogy lesznek majd ilyen tujakivágások valószínű, azokról lesznek majd ilyen traktorozás, meg ilyesmi. Úgyhogy, ha valaki most állt volna rá a csatornánkra, akkor az iratkozzon fel a csatornánkra, a kis harangot nyomja meg, és értesülni fog az összes videónkról, amiket csinálunk. Igyekszünk, gyerekek, nektek tartalmasabb videókat csinálni, úgyhogy maradjunk ennyibe. Én lassan szerintem ballagok kifelé. Ugye megfordítom itt a kijelzőt. Na itt is meg van jelölve egy fa.
ballagok kifelé, meg segítek én is fataromnak is, meg tesómnak is, hogy ne itt egyedül kelljen. Hát gyerekek, remélem tetszett a videó. Ez egy, hát majdnem egy hektáros föld. Ez nem a hévízi föld, mert az kisebb, ugye abban is van, vannak fenyők ott az egyik földünkön, az kisebb, de azokban sokkal szebbek a fenyők. De onnét is idén kijön, úgyhogy ezt még megörökítsük gyerekek az utókornak, hogy ilyen szépek voltak. Hú, remélem azért a bikák nem fogják ott a körtefáimat is tönkretenni, mert abból azért baj lenne, meg az ilyen vadkáros, tudjátok gyerekek, hogy van ez. Csak én most nem akarok ilyennel bohóckolni, hogy vitrové, meg vadkár, meg stb. De elvileg lehetne. Csak tudjátok gyerekek, ez hogy van a természet? A természet az mindig utat tör magának. Meg a vadak, úgyhogy ők nem kérdeznek, hogyha korog a gyomruk, ők ugranak bárhova be is. Ösztönből teszik a dolgukat, úgyhogy ez van, srácok. Na, ballagok felfelé tesómhoz, meg fateromhoz. Na, itt van még egy sor gyönyörű szép gesztenyésünk. Ezek itt amúgy elég jól nőnek. Azt vettem észre, hogy ezen a területen, srácok, sokkal jobban a gesztenye jobban szereti ezt a területet, mint a dió. Mert ezek a diók, gyerekek, most röhögni fogtok, de ezek már szerintem több mint 10 évesek, meg vannak 12, és még mindig olyan picik, hogy az valami eszméletlen. Na, ott egy kicsit jobban nő, de ezt a felét, meg a kecskék ezt nagyon tönkre verték. 3-4 évig csipkedték le a diófáinknak a hegyét, sajnos, és ugye ezek meg is sérlették, ezek a diófák. Ott a kereszt. Jézuska. De hát, pozitívan állok én a dolgokhoz, gyerekek, mert pozitívan kell nekiállni, mert előbb-utóbb úgyis meghálálják ezek a kis fák. Szerintem egy erős 5 év múlva már itt egész frankó ültetvényesünk fog lenni, meg kijönnek itt a fenyők is, aztán itt már majd szépek lesznek. Több száz fa van itt gyerekekbe beültetve. Ezekről is majd lesznek videók, kaszálásról, stb. Úgyhogy próbálunk nektek, gyerekek, minél jobb és jobb minőségű videókat csinálni. Ma még egy jó vágóprogramot, gyerekek, nekünk kell majd keresnünk, mert nekünk sajnos a kameránkon nincsen a pauze gomb. És mivel nincs pauze gomb, ezt a videósok tudják, hogy ez elég nagy probléma ugyanálunk, mert ugye a szerkesztésnél is nekünk ez így gondokat okoz. Úgyhogy majd mindenféleképpen majd egy új kamerát fogunk szerintem majd beszerezni, amin van pauze gomb, és akkor nagyon jó videókat tudunk, gyerekek, csinálni. Ja, jön tesóm is. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én ma totál karácsonyi buliba vagyok. Karácsonyi feelingbe, sziasztok amúgy. Ja, mesélem itt a srácoknak, hogy hogyan vagyunk, meg itt a vadakkal. Hát bejöttek a bikák. Aha. Ki gondolta volna. Ja. Sajnos, tehát benne pakliba, srácok. Szilveszterre mit üzensz a srácoknak? Szilveszterre azt üzenem mindenkinek, akkor remélem, hogy nem fog ez így maradni, amit most itten lehetett hallani itt a hírekbe. Hát reméljük, hogy azért ezen változtatnak majd. Aha. De az 1-es-2-es kategóriát, gyerekek, egész évben lehet használni, úgyhogy ebben nem tudnak belekötni. Csak ugye most azt cseszett rá, aki nem, ugye a bódéhoz van tulajdonképpen ködve, hogy ő csak a bódénál tudja megvenni a termékeit. Csak egyet nem értek, ugye egész évben lehet az 1-es-2-es venni. Neten is, meg minden is. És használni is. Magán... Most megvette, az most, hogy mit fog majd csinálni, erre majd kíváncsiak leszünk azért. Magán területen persze lehet használni egész évben. Meg arról nem is beszéltek. Nem tehát, tudjuk, hogy gyerekek, most a tűzijáték bódékat most nem rakják az idén ki, az egy dolog, de arról nem beszéltek, hogy lehet-e használni, vagy sem. Mindegy, arra kíváncsiak leszünk. De elvileg jogilag lehet, gyerekek. Úgyhogy ezért szerintem rendőr senki nem szólhat, csak egy a lényeg, gyerekek, ne menjetek ki az udvaratokból.
ott működtessétek, ott nem tud szólni senki. Reméljük, hogy azért ez ja. Nem lesz ez rosszabb a helyzet. Meglátjuk gyerekek. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ja. Nem tudom nekünk is, hogy hogy lesz gyerekek jövőre a szezon, meg hogy hogyan tovább. Ja. Ja. Na. Lassan én köszönök gyerekek. Na, ott vannak az utánfutón. Nézzünk arra lefele, ott vannak a fák. Aha. Úgy hangulatos, arra lefele nézzünk, Szabi. Én köszönök, srácok, elvárjátok, megfordítom a kijelzőt. Így, egy pillanat. Na most meg nem látom magamat. Másik irányba. Köszönjük. Srácok, búcsúzunk tőletek. Mi már elkezdtük a karácsonyfáknak a kitermelését. De amúgy jól megnőttek már. Aha. Tehát a hévízi telepen szebbek azért a fenyők, de már most már itt a vége azért a karácsonyfa biznisz szezonunk nekünk is. De amúgy a szüleink csinálják, csak mi besegítünk nekik. De most már... Szerintem ez még 2 év vagy 3 év is teljesen kijönnek ezek a fák, úgyhogy erről már valószínű, hogy nem lesz videós, rácok, hogy ilyen fenyőfa kitermelés meg ilyenek. Hát még az elején még nagyon szépek voltak. De van róla fenn videó. Na mindegy, gyerekek. Mindenkinek, srácok, jó egészséget kívánunk. Boldog karácsonyt. És vigyázzatok tényleg magatokra, már. Hát azért nem lenne jó ilyen megbetegelni gyerekek most így az ünnepek alatt, az senkinek nem kívánom. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Szabi Zoli, Szazó, boldog karácsonyt mindenkinek. Ja is irat. Hozzatok a csatornánkra fel, ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot. Azt nagyon szépen megköszönjük mindenkinek. Szabi Zoli, Szazó, sziasztok! Sziasztok!